Az elmúlt esztendőben hagyományteremtő célra rendezték meg az első regionális kiállítást a bélyeggyűjtőknek. Azzal a szándékkal, hogy a három évente megrendezésre kerülő országos tematikus kiállítások közötti időszakban is legyen lehetőség a bemutatkozásra. A levelezés mellett kifejlődtek olyan technikák is, gondolok itt egy e-mailre, ami ugye korábban nem volt az elmúlt 150 évben. Ugyanakkor a magán a levelezésnél is kifejlődtek olyan technikák bérmentesítésre, ami már nem bélyeges, hanem más bérmentesítés. Ez mind a két folyamat ellene hat a bélyegnek, de nem hat ellene a bélyeggyűjtésnek. A kezdeményezés célja az volt, hogy az új kiállítási anyagok megjelenhessenek minden évben, illetve lehetőséget teremtsenek a korábban már látott, de időközben továbbfejlesztett kiállítási anyagok gyakori bemutatására. Ma a bélyeg már egy különleges hobbinak a része, mert hisz minden ország a bélyegjén megörökíti meg a kultúráját, a történelmét, a művészetét, és ezen, ezen az alapon pontosan a tematikus gyűjtők egy-egy ilyen művészeti ágnak, vagy egy-egy ország történelmének a kigyűjtésével foglalkoznak, vagy éppen a világ földrajzával, és ilyen értelemben egy kicsit a bélyeggyűjtés egy különleges hobbivá vált. 2011-ben Kecskemét adott otthont a kiállításnak, most pedig Székesfehérvárat került megrendezésre. Amint egy 80 keretnyi kiállítási anyagban ebben az évben is megjelentek az újak, illetve sok ifjúsági gyűjtőt is üdvözölhettek a kiállítók között. A színvonal megítélése ugyan a zsűri feladata, hangzott el a megnyitóban, de remélik, hogy a többibe szívos munkával el fognak oda jutni, hogy a tematikus gyűjtési ágban is egyre több, nemzetközi szinten is kiemelkedő színvonalú és eredményesen szereplő kiállítási anyagunk legyen.